Mint az imént hallhatták, a három részből álló bemutató vendége volt Eszterházy Péter, Kossuth Díjas író is, aki Dés Lászlóval együtt szerepelt az Agora színpadán. Hát a Déssel nagyon jó együtt zenélni, mert nem csak fantasztikus zenész, hanem fantasztikus olvasó. Tehát ő tényleg improvizál, az azt jelenti, hogy figyelembe vesz mindent, a közönséget, és engem is, hogy én hogy olvasok, nagyon, és hogy mit olvasok, hogy olvasok. Az idők során persze bizonyos dolgokat már tud, mert én időnként ugyanazt olvasom, vagy egy-egy könyvből vannak sorrendek, mindig vágunk valamilyen ösvényt a könyvbe, hogy jó menni. Meg egy nagyon jó dramaturgiai érzéke van. Az írónak közelmúltban jelent meg új kötete, de már készen vannak a tervek is a közeljövőre. Én attól teszem függővé, hogy hogyan vagyok a munkámmal. És akkor most egy-két munkát lezártam, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház kért föl egy darabra. Ugyan nem politizálunk, de azért megjegyzem, hogy amikor kikeveredtem a Magyar Nemzeti Színházból, akkor kaptam ezt a fölkérést. És akkor azt megcsináltam, leadtam, és ugye írtam két ilyen egyszerű történetet, és akkor még egyet akarok írni, és annak kezdtem el a munkáit. Eszterházy Péter, akinek testvére válogatott labdarúgó volt, beszélt a válogatott holnapi mérkőzéséről is. Leszoktam én a magyar fociról. Nem is fogja menni. De azért a reflexek megvannak. És a válogatottra még össze tudom magamat szedni, mint szurkolót. Egy szurkoló az mindig, tehát olyan nincsen, hogy nem győzelmet vár. Akkor is győzelmet vár az ember, hogyha az nem logikus. Ezt hívják szurkolónak. Az ember a saját csapatának győzelmet vár, és akkor se hagyja el, ha aztán nem győz. Úgy könnyű a Barcelonának drukkolni, aki állandóan nyer, meg szépen is játszik. A magyar válogatott, amelyik nem nyer állandóan, nem is játszik szépen, annak drukkolni, az valóságos teljesítmény.